2010 óta folyamatosak a csapadékvíz elvezetési, rekonstrukciós és csatornaépítési munkálatok Nyíregyházán. A városban addig számos alkalommal jelentett közvetlen belvízveszélyt a csapadékvíz felhalmozódása, amit az akkori csatornák nem tudtak kellő hatékonysággal elvezetni, mondta el pénteki sajtótájékoztatóján Nyíregyháza polgármestere, aki hozzátette, jelentős összefogással sikerült megoldani az akkori hirtelen jött problémát. 200 ház volt veszélyeztetve, utcák voltak, akik homokzsákokkal lehetett bejutni, mentő nem tudott bemenni, tehát nagyon komoly helyzet volt. Akkor hozzákezdtünk az egész város feltérképezéséhez és egy csapadék elvezetési koncepció kidolgozásához, ezt 10 szakemberekkel, ezt 12-ben el is fogadtuk, és annak megfelelően történtek az elmúlt években a fejlesztések. Több nyertes pályázatunk volt, több mint 2 milliárd forintot nyertünk erre, saját erőt is tettünk hozzá, illetve fontos az, hogy az önkormányzat saját erős útépítéseinél mindig a csapadékvíz elvezetés, a közművek fejlesztése, kiépítése feladat volt. A jelenleg futó 2 milliárd forintos pályázatból még 3 elem megvalósítása van folyamatban, melyek a korábbi fejlesztések folytatását jelentik. Gyulastói csatornának a második üteme, ami nyírszőlős, nagyon-nagyon fontos és igazi stratégiai megoldás a csapadékvíz elvezetésnél. A Borbánya Kisztereki Szöret Csemete utcának a továbbépítése. Fontos, hogy itt zárt vezető rendszer mellett nyírtárok építése is a program része, illetve záportározó kialakítása, ez több helyen már megvalósult a városban, hiszen vannak olyan mélypontok, ahol ez a megoldás a szakemberek javaslata alapján. Ugye itt elkezdtük a Bújtoson, ott van egy nagy zárt, és van egy nyílt tározónk, Szántó Kovács János, most lesz a Csemete utcán is, és a Berenát utcának az északi része, Sóstón, ami most ennek a programnak a része, ez egy nettó 500 millió forintos összegű fejlesztés. A polgármester kiemelte, ezek a fejlesztések meglehetősen költségesek, nem látványosak, azonban megoldják a csapadékvíz elvezetésének problémáját, hogy többet ne fordulhasson elő olyan helyzet, mint amilyen 2010-ben volt. A 3 folyamatban lévő pályázati elem megvalósulását követően a város számos más pontján szeretnék még folytatni a fejlesztéseket, aminek végeredményeként Nyíregyháza minden útja leaszfaltozhatóvá válik majd. Ennek ugyanis előfeltétele a megfelelő csatornarendszer kiépítése, tette hozzá a polgármester.